A hollandok elleni két EB selejtezőre készültök, megfiatalított, átalakított válogatottal. Szerinted mire lehet képes ez a válogatott a VB bronzérmes ellen? Abszolút semmi félnivalónk nincsen. Én úgy gondolom, hogy hazai pályán itt a Etócsarnokban 5000 magyar szurkoló előtt nekünk felszabadultan kell játszanunk, és nagyon fegyelmezetten, hiszen a hollandoknak az a nagyon nagy erőssége, hogy átrohannak az ellenfelükön. Én úgy gondolom, hogyha meg tudjuk őket lerohanásba állítani, nem kapunk gyors gólokat, és felállt-fel ellen kényszerítjük őket, akkor úgy gondolom, hogy elég jó esélyünk van egy jó mérkőzésre. Jó, hogy itthon kezdünk, ugye a magyar közönség nagyon sokan lesznek, remélem, szóval szerintem jó lenne itthon nyerni, aki nehezebb lesz, mert úgy tudom, már ott is elfogytak a jegyek, szóval játszunk egy örömjátékot, én szerintem jó lesz, nyerni fogunk. Ugye Görbic Anita visszavonult a válogatottól, Szucsánszki Zita és Szekeres Klára sincs már itt az alapemberek közül, őket lehet rövid távon pótolni, vagy azért ez egy hosszabb folyamat lesz? Hát azért semmiképp úgy gondolom, hogy a Görbét nagyon nehéz egy emberként pótolni. Azért még a Szani és a Zácsik Szandra és a Klivinyi Klinga, tehát most lövőbe se vagyunk nagyon-nagyon sokan. Úgy gondolom, hogy most tényleg ez a nagyon fegyelmezett játék, hiszen belső posztokon 4-5-en vagyunk, úgyhogy az lesz végül is, mondom, ennek a célja, hogy ne lövöldözzük el a labdákat, komolyan végigjátsszuk, akár passzívig is, és megtaláljuk azokat a kis réseket, azokat a kis-kis helyeket, ahol bele tudunk lőni, be tudunk találni, úgyhogy abból meg visszarohanni és egy nagyon-nagyon komoly védekezést csinálni. Úgyhogy most a két nap alatt csak magunkkal foglalkoztunk, megbeszéltük, hogy ma délután már ma kezdjük el a hollandokat, de az a fontos, hogy mi tudjuk először, hogy mit szeretnénk. Görbic Anitát őt azért, tehát nagyon hosszú évek óta válogatott, és tehát ő alapember volt a csapatban, és egy olyan játékos, akit szerintem senki nem pótolhat, csapatként tudjuk pótolni, de nincs egy olyan játékos, aki olyan képességekkel rendelkezik, mint ő. Szóval ezt csapatként tudjuk megoldani. Szeki és a Szucsánszki Zita is ugye évek óta válogatott volt, és mind a ketten olyan játékosok, akik nagy rutinnal rendelkeznek, és őket is csak úgy tudjuk pótolni, hogyha a csapat egységét mutatjuk meg. Ugye a csütörtöki hazai meccsen búcsúztatjátok Görbic Anitát a válogatottól, azon kívül, hogy egy világklasszis játékosról beszélünk, mit jelentett ő a válogatottnak? Hát szerintem minden, tehát azt hiszem, tehát nagyon hosszú ideje ő az, aki meghatározta ezt az egész magyar női kézilabdát. Úgy gondolom, ha ebbe az országba kimondja valaki a nevét, akkor egyből ő jut eszébe a magyar női kézilabdáról. Ugye hihetetlen játék intelligenciával rendelkezik. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom, most még egy kicsit furi is volt, amikor először jöttünk, hogy nincs itt. Úgyhogy, de abszolút én úgy gondolom, hogy ezt most a döntését el kell fogadnunk, de én nagyon-nagyon örülök és szerencsés vagyok, hogy tudtam vele játszani. Jó lenne, ha nem búcsúztathatnánk, hanem inkább játszana még velünk, de elfogadtuk a döntését, és ő érte fogunk játszani. Miért fog a válogatottnak hiányozni Görbic Anita? Mindenkinek egy példa, és szerintem nagyon nagy erősítés volt a csapatnak. Ő volt a feje, úgymond ő osztogatta a labdákat. Én az utolsó VB-n kóstolhattam bele, hogy neki milyen is a játéka, de én nekem egész életemben példaképen volt. Mindig eszembe jutnak, hogy neki milyen góljai, milyen furfangos góljai voltak, hogy hát mögötti paszt, szunder. Én nekem mindig tetszett az, hogy ő így játszott. Azért szerettem velem, megmondom őszintén, játszani, mert nagyon jól összefogta a társaságot, vezéregyéniség volt, és mindenhova tudott passzolni. Tehát én az ilyen játékos, tehát az ilyen kreatív játékosokat szeretem a pályán, és mint ő, és biztos vagyok benne, hogy hiányozni fog. Van most olyan a csapatban, aki hasonló vezéregyenisége lehet ennek a válogatottnak? Hát fel kell nőni ugye a feladathoz azoknak a játékosoknak, hogy odaérjenek. Én most jelenleg Tomori Zsuzsit és Kovacsics Anikót látom ilyen, tehát akik esetleg vezéregyeniségek lehetnek ugye védekezésbe is, meg támadásba is. Úgyhogy szerintem most rájuk nagyobb feladat három, mint eddig.
Én úgy gondolom, hogy egy ember nem tudja pótolni. Ő egy akkora egyéniség volt, hogy azt beszéltük, hogy 2-3 embernek kell átvenni a vezérszerepet, mind a csapatmorában, mind itt a kézilabdás edzéseken, úgyhogy én nem egy emberre raknám ezt, hanem inkább most ezt szétosztanám ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy a Misi is, én is, azért akik már egy hosszabb ideje válogatottak bodybuilding, most ezt nekünk kell 2-3-4 embernek összefogni ezt az egészet, és egy jó kis csapatmorát ebből kialakítani, hiszen azért nagyon sok fiatalunk van. Az a lényeg, hogy ne görcsösek legyenek, hanem felszabadultak, és tudják azt, hogy érezzék a pályán azt, hogy magabiztosak, legyen önbizalmuk, próbálják meg mindazt, amire ők képesek. Ha ezt ki tudjuk hozni ebből a csapatból, akkor úgy gondolom, hogy jó fele megyünk. Ugye Görbic Anita azt nyilatkozta tegnap, hogy nincsenek rossz játékosaink, csak elment mellettünk a világ, többet kell dolgozni, ezzel egyetértesz? Kicsit másképp közelíteném meg. Én amikor fiatal voltam, nálunk más mentalitás volt, persze most már ugye a mai fiatalok is mások, tehát a normál életben is ehhez alkalmazkodni kell, de a sportban viszont az akarat, a szorgalom, a kitartás és az alázat az nagyon fontos, és sok fiatal játékosból egy kicsit ugye hiányzik, de azért itt vagyunk páran idősebb játékosok, akik még ezt a fiatal generációt képviseljük, és talán tudunk átadni ebből a mentalitásból nekik is, és remélem, hogy ebből erőt tudnak meríteni. Nagyon sokat kell dolgoznunk, hogy mi beérjünk egy norvég csapathoz, ugye északiakról beszélünk, szerintem ők teljesen más játékot játszanak, mint mi. Mi nagyon technikások vagyunk egyénileg, és szerintem csapatként is idővel nagyon jók leszünk. 1-2-3! Magyarok!